A karcagi kapitányság munkatársai Heves megyei és Szolnok megyei kollégákkal karöltve hajtották végre azt az akciót, amire az elmúlt hét csütörtökén került sor Kummalarason. Az eseménydús napról Teleki Zoltán rendőr őrnagy a karcagi rendőrkapitányság vezetője számolt be. Összehangolt akció keretében a Heves megyei a Heves megyei rendőrfőkapitányság Agria bevetési osztályával, a Jász Nagykun megyei rendőrfőkapitányság Tisza akció osztályával, a Szolnoki rendőrkapitányság állományával, illetve a Kummadarasi rendőrös és a bűnügyi osztály állományával együtt egy összehangolt akciót hajtottunk végre három helyszínen, kőtelek és kumadaras településeken. Az akció keretében három fő előállításra került, akiket gyanúsítottként hallgattunk ki, nagyobb értékre elkövetett lopás és orgazdaság büntette elkövetésének a megalapozott gyanúja miatt. Az akcióhoz mozgósított nagy erők bevetését számos körülmény indokolta. Sok helyen végeztünk házkutatás, nyolc helyen folyt egyszerre házkutatás. Ennek a biztosítására kellett rendőre előiretve. A bűnelkövetők már többszörösen büntetett előéletűek voltak. Az egyik elkövetőnk hivatalos személyen erőszak miatt is át már bíróság előtt, illetve egy másik elkövetőnk is erőszakos bűncselekmények miatt volt már többször büntetve, és úgy gondoltam, hogy egy ilyen rendőri elővel tudjuk a szintézkedéseket szakszerűen, biztonságosan lefolytatni. A korán induló nap néhány órán belül meghozta az eredményt. Az akció eredményes volt, több tárgyi bizonyítási eszközt is sikerült a házkutatások során beszerezni, ami tovább erősíti a megalapozott gyanút. Az nap egyik esemény a másikat érte, alig fejeződött be a hajnali akció, már is ott volt a következő helyszín. Elég hosszúra nyúlt a nap, mert időközben kenderesen is a kollégák több olyan információ birtokába jutottak, ami az elmúlt heti, hétvégi bűncselekmények elkövetőinek a kilétét határozta meg. És ezzel kapcsolatosan a kisújszállási rendőrös és a kenderesi rendőrös állománya állított elő összesen 8 fő szemét, köztük két gyermekkorú szemét, és öt bűncselekményt derítettek föl. Ezekben betöréses lopások, kisebb értékre elkövetett vagyonelleni jogsértések miatt történtek az előállítások meg. Örömmel mondhatom, hogy sikerült megtalálnunk, lefoglalnunk több esetben az eltulajdított dolgokat. Például készpénz is sikerült egy idős hölgytől, 70 ezer forint készpénzét tulajdonították el, és a gyors rendőri fellépésnek köszönhetően mind a pénzt, illetve még az onnan eltulajdított mobiltelefont is sikerült feltalálnunk és a sértett részére visszaadnunk. Az elkövetők ezúttal távozhattak, de a nap még nem ért véget. Kisebb súlyú volt a bűncselekmény, ö, arra vonatkozóan, ö, hogy ö, őrizetbe kerüljenek, természetesen ö, gondoltunk, de mivel beismerő vallomást tettek, nem álltak fenn az előzetes letartóztatás feltételei, a tárgy is sem volt olyan kiemelkedő ezeknek a bűncselekményeknek így, ö, ezért nem került az őrizetbe vételükre sor. Ezen kívül Kunmadaras településen szintén a reggeli akciót követően a délután folyamán olyan információ jutott birtokunkba, hogy egy idős hölgyséremére elkövetett betöréses lopás bűncselekményt két helyi férfi követte el. A helyi férfiek előállításra kerültek. A már eltrajtott dolgokat a színesfém felvásárlónál, vagy a fémfelvásárló telepen megtaláltuk, és ott is egy feltáró beismerő vallomással földerítésre került ez a bűncselekmény és ezt követően karcagra is sor került, hogy ne maradjon ki a sorozatból aznap. A délután folyamán érkezett bejelentésünk, hogy a Komisz kettő kertben két kertkunyhót is feltörtek. Nagy erőket mozgósítottunk az elkövetők felkutatása érdekében, és egy másik helyen először az egyik helyről eltrajtott dolgokat találtuk fel majd információ merült fel arra vonatkozóan, hogy kik követték el a bűncselekményeket. Összesen hét főt állítottunk elő délutántól egészen e, hajnalig, melynek során négy fő elkövetőt, a négy fő elkövetőt beazonosítottuk, őket gyanúsítottként kihallgattuk. Az eltonajtott dolgok mind a két helyről feltalálásra kerültek, igaz, hogy már szétvert állapotba leadva, egy illegális fémátvevőnek, aki karcogon üzemeltetett egy illegális fémátvevő helyet. Az illegális fémátvevőnél találtunk nagy mennyiségű bizonytalan eredetű jövedéki terméket, gázolajat, ásványolaj terméket, illetve nagyobb mennyiségű szeszesi aminek a tulajdonjogával nem tudott elszámolni. Nagyon jó a kapcsolatunk a, a NAV megyei szolgálatával, ők azonnal a jelzésünkre megérkeztek a területre, és lefoglalták ezeket a dolgokat, és a szükséges eljárások kezdeményezésre kerültek a elkövetővel szemben. A múlt hét csütörtökén tehát a kapitányság illetékességi területének 50%-át érintette rendőri akció. A cél, mondja a kapitány, a továbbiakban is a minél gyorsabb intézkedés. Próbáljuk oda koncentrálni a rendőri erőt, ahol a jogsértések megjelennek, és próbálunk azonnal reagálni minden jogsértésre, természetesen a szakszerűség-jogszerűség betartása mellett. 20 előállítás egy napon. Gratulálunk és további eredményes munkát a későbbiekre is.